Gálné Asztalos Kinga keresett szponzorokat a kollégium népcsőfestéséhez szükséges színes festékek vásárlásához. A Kaparol Hungária Kft. Kereskedelmi vezetője Szaniszló József a megkeresés után majd 1,4 millió forint értékű zománc festéket hozott az intézménynek. Az iskola és a ceglédi tankerület vezetése ma ünnepélyesen is átvette az adományt, és a gyermekek közreműködésével megköszönték az ajándékot. Újabb szalagavatóval folytatódott a bálok sora. Ezúttal a Bem József Műszaki Szakgimnázium és szakközépiskola diákjainak ruhájára került fel a világos kék szalag. Ők nem a sportcsarnokban, hanem a Művelődési Központ színház termében mutatták be ünnepi táncaikat. A ceglédi fúvózenekar koncertjével folytatódott az adventi hangversenysorozat. A református gyülekezeti házban színpadra álló zenekar a hagyományokhoz híven nem csak instrumentális művekkel készült. A Táncsics Mihály Általános Iskola énekkara is ünnepi műsorral készült az estre, és Kis Attila Andor is csatlakozott a fúvózenekarhoz. A Pernecki Gábor és Márki Sándor vezényletével színpadra álló zenekar repertoárján klasszikus és modern darabok egyaránt szerepeltek.